Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Október a látás hónapja. Milyen segítségek vannak a vakok és gyengén látóknak a mai modern világban? Szalagtűző a dombóvári I.S. Gyula gimnáziumban. Mérföldkőhöz értek a végzős diákok. A szekszárdi első Béla gimnáziumban nagy volt a nyüzsgés. Diáknapot tartottak és szöcske simogatást. Forgassa Földért együttműködési megállapodást írtak alá a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karával. Október a látás hónapja, ilyenkor világszerte a látássérült személyekre, illetve a látásegészség megőrzésére terelődik a figyelem. Magyarországon különböző egyesületek ünnepségeket, eseményeket szerveznek. A legtöbb helyi, illetve állami médium is felfigyel a vak, látássérült emberekre. Október a látás hónapja. Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének elnöke számolt be tevékenységükről. Magyarországon körülbelül 80 ezer látássérült ember él, közülük 40 ezeren teljesen vakok. Tolna megyében közel 2000 vakember él, aki semmit nem lát. Tehát ez egy nagyon, nagyon nagy szám, az ő érdekvédelmüket, érdekképviseletüket látja el az egyesületünk. Szekszárdon van az irodánk a Hunyadi utca 4-ben, oda várjuk azokat, akik segítséget kérnek tőlünk. Az egyesület fehérbotnapi ünnepséget tartott, ezt követően különböző előadásokon vettek részt az érdeklődők, illetve emléklapokat is átadtak. Az egyik emléklapot a Szekszárdi Evangélikus Egyház szeretett szolgálata kapta meg, a segítői, a másikat pedig Rákóczi Szilvia énekesnő, aki 15 év óta önkénteskedik, és énekel, és szervezi a programjainkat. A rendezvényen nagy szerepet kapott a mára már elterjedt mesterséges intelligencia, mely segíthet egy élhetőbb és könnyebben átvészelhetőbb életet nyújtani a vakok és gyengénlátók számára. Most a mesterséges intelligencia, ami nem csak a látássérült embereknek a szemszögéből lehet fontos, hanem minden más területen is fontos lesz, vagy sok helyen már az is. Annak az előretörését szeretném ezzel a kis ezzel most demonstrálni, bemutatni. A képen egy aszfaltozott út vagy parkoló látható, mely enyhén lejt. A program pontos leírást ad a környezetről, egy képről vagy bármiről a látássérülteknek, illetve vakoknak, amit ők szabad szemmel nem láthatnak. GPS-szel összehangolva, meg egy fehér bottal a kézbe, ez majdnem olyan lesz, mintha az ember látna. Bálványosi Zoltán nagyon pozitívan beszélt, és sok reményt fűz a modern technikához, hogy ennek segítségével ő is megtapasztalja a látók világát. A dombóvári I.S. Gyula gimnáziumban is elérkezett a várva várt szallagtűző esemény. Minden végzős diák számára egy mérföldkő az életben ez a nap. A szallagtűzés után táncokat mutattak be a tanulók. Most nagy rendezvény mindenki számára egy szallagtűző esemény. Így volt ez a dombóvári I.S. Gyula gimnáziumban is. A rendezvényen három osztály kapta meg a szallagot, melyeket osztályfőnökük tűzött minden diákra. Rengeteget készültünk, ez egy nagyon fontos esemény a számunkra. A táncokat már tavaly év végén, május-június környékén elkezdtük gyakorolni. Úgy gondolom, hogy volt elég időnk, hogy tökéletesre fejlesszük a táncokat, és a lehető legjobb produkciót tudjuk előadni itt a nézők számára. Nosztalgiában is volt részük a gyerekeknek. Majd a 4 év különböző képeiből és videóiból videókat állítottunk össze, egy összegző videót, hogy mi történt velünk a 4 évben, utána pedig egy közös keringőre kerül majd sor, közben pedig változatos zenei műsorok lesznek, hogy legyen időnk átöltözni és elütni az időt. Reméljük, hogy nagyon fogja élvezni a kedves közönség. Dr. Szerényi Zoltán, az iskola igazgatója lelkesen beszélt az eseményről. A családok számára is egy igazi ünnep, amikor a szülőkön kívül a testvérek, nagyszülők, barátok, barátnők, mindenki igyekszik itt lenni és osztozni velünk a dicsőségben és a szeretetben, mert hiszen valahol ez az összetartozás, a szeretet és a kölcsönös megbecsülés napja is.
és hát természetesen azért szalagtűző, mert a jelképes szalagot az osztályfőnökök fogják a gyerekeknek a mellére tűzni. Ez a nap mindenki számára közös érdek és sok szervezést igényel. A rendezést külön köszönjük mindig a 11. évfolyamnak, hiszen nagyon nagy logisztikát jelent a teremnek a berendezése, mert a szalagtűző ünnepség után egy hagyományos bált is szervezünk hajnalig. Az este jó hangulatban telt a résztvevőknek. Szombaton az éjszakai órákban egy személyautó sodródott le az úttestről, majd csapódott egy villanyoszlopnak Tamásiban. A baleset helyszínére a tamási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik feszítővágó segítségével szabadították ki, majd adták át a mentőszolgálatnak a gépkocsi utasát. A sérült jármű nem képezett forgalmi akadályt. Ismét meghibásodás történt a Paksi atomerőmű 2-es blokkjában, közölte az Országos Atomenergia Hivatal honlapján. Azt írták, vasárnap este 20 óra 12 perckor szekunderköri meghibásodás következtében a blokk teljesítménye 185 megawatttal csökkent. Ennek elhárítása után a blokkot 22 óra 53 perckor névleges teljesítményre hozta az üzemeltető személyzet. A meghibásodás nem veszélyeztette a blokk biztonságát, a tevékenységnek környezetre gyakorolt hatása nem volt. Ezt megelőzően legutóbb múlt hét pénteken is történt hasonló teljesítménykiesés. Bátaszéken az idei évben több útszakaszt is felújítottak. A városvezetés főbb tervei közé tartozik a következő önkormányzati ciklusban, hogy ezt a munkát tovább folytassák. Terveink szerint markánsabban szeretnénk forrásokat biztosítani a még esetleg portalan útjainknak a felújítására, illetve hát egy keretszerzést megkötésében gondolkodunk annak érdekében, hogy minden költségvetési évben egy elkülönített összeget tudjunk költeni útfelújításokra, illetve járdafelújításokra. Hát reményeink szerint ezekhez a források is rendelkezésre fognak majd állni. Nagy volt a pezsgés a szekszárdi Alsó Béla gimnáziumban. Az őszi időszak megérkezett, és ezzel az ilyenkor szokásos éves nagy eseménye is az iskola életében, ami a diáknap. Különösképpen meg szeretném köszönni 12 C az osztályomnak a teljes támogatást, szupportot. Egész napos nyüzsgés volt a szekszárdi Alsó Béla gimnáziumban. A diáknapról az intézmény főigazgató helyettesét, Havelka Gyöngyit kérdeztük. A mai nap van a diáknap, ami egy nagyon szép eseményen indul a diákigazgató választással. Ez már hagyomány a gimnáziumunkban. Minden 12-es, minden végzős osztály állít egy jelöltet, és a diáknapot megelőző héten kampányolnak a jelöltek. Diákok pedig szavazhatnak, hogy kit szeretnének diákigazgatónak. Ezen a napon, aki megnyeri a szavazást, átadjuk az iskolát, megkapja az igazgatói irodát, és a diákok érdekében dolgozhat. A diákigazgató választást egy egyhetes kampány előz meg, amelyben Bettini Lorenzo bizonyult a legmeggyőzőbbnek. Több fontos célt tűzött ki, amelyeket szeretne megvalósítani a tanév alatt, de süteménnyel is kedveskedett diáktársainak. Minden végzős évfolyamból egy az osztályonként egy-egy főt indítanak diákigazgató posztra, ugye megtörténik egy ilyen választás, és a végén az egyik diák a három közül elfoglalja ezt a helyet. Ez idén én voltam, és nagyon szépen köszönöm az egész iskolának még egyszer ezt a hatalmas ünnepséget. Ezen a napon a kezdő évfolyamosok különféle feladatokat kapnak, amit szöcske simogatásnak neveznek. Napindítónak pizsamában kellett érkezniük a 9-eseknek. Baszker, nem tudom, hogy kell, tesó. 1, 2. Elég nagy eseménynek számít a diákok életében az év folyamán, tehát erre már így mindenki készül. Ezen a napon rendezzük meg a 9-esek avatását, amit mi ugye szöcske simogatónak hívunk a mi intézményünkben, ugye, ahol már legtöbb helyen gólya avatás. Illetve hát már jó pár éve egy főzőversenyt rendezünk osztályok között, ez ugye az igazgatóasszony ötlete volt annak idején, és ezért nagyon szépen bevált. A közel 400 fiatalt és tanáraikat felpezdítették a diáknap vidám programjai.
Tovább jutott a Futszál Magyar Kupa első fordulójában a Tolnamüzsi Futszál Sport Egyesület férfi csapata. A másodosztályú MB2-ben újoncként szereplő Tolnai Gárda a Sárbogárd együttesét győzte le 4-2 arányban. A találkozón a csapat játékos edzője Ágics Péter háromszor köszönt be, mellette Kneller Balázs is betalált. A tamási rendőrök a napokban egy Simon Tornyai háznál egy gyökeres kannabiszt és 458 g szárított növényi törmeléket foglaltak le. A 20 éves férfi gyors tesztje THC pozitív értéket jelzett. A fiatalember elismertetettét, de nem kívánt részletes vallomást tenni. A hatóságok a lefoglalt bizonyítékokat szakértői vizsgálatra küldték. Az ügyben kábítószer birtoklása vétség miatt a tamási rendőrkapitányságon folytatják a nyomozást. A Shot for Earth, Forgass a Földért egy magyar kezdeményezésű globális filmkészítő verseny, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és a fenntarthatóságra. A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara és a Forgass a Földért alapítvány képviselői most egy együttműködési megállapodást írtak alá, amelyben megerősítik a két fél közötti kapcsolatokat. Egy részletes Shoot for Earth, Forgass a Földért filmkészítő verseny legutóbbi nyertes alkotásából. A kezdeményezés még 2004-ben indult Szekszárdról Kindl Gábor ötlete alapján. Legutóbb az idei év szeptemberében várták az egyperces, mindössze 24 óra alatt kizárólag telefonnal készített kisfilmeket, melyek az élelmiszerpazarlás problémájára hívták fel a figyelmet. A Forgass a Földért alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Kara egy új együttműködési megállapodást kötött egymással. A lényeg az, hogy a Forgass a Földért programot a PTE és a karunk befogadja, a jövőben is befogadjuk, segítjük, infrastruktúrális hátteret, emberi erőforrás segítséget adunk a program megvalósításához, és hát nyilvánvalóan minden kapcsolatunkat mozgósítani fogjuk az ügy érdekében, tehát fölhívjuk minden figyelmet arra, hogy itt van egy nagyon-nagyon életképes, nagyon izgalmas program, ami nagyon ráhangolódik a fiatalok gondolkodására, képi világára. Az együttműködés keretében 2025 elején Amerika, Los Angeles ad otthont a következő játéknak, de az egyetem egy média műhelyt is létrehoz a filmkészítő programmal együtt középiskolások számára. Amely nem csak oktattani, de lehetőséget is ad a fiataloknak arra, hogy megmérettessenek, tehát versenyek, vetélkedők keretében mutassák meg, mit tanultak a nagy mesterektől, mit tudnak erről a műfajról, és hát örülnénk annak, hogyha ők a jövő versenyzői is lennének. A két fél közötti együttműködés 2021 óta folyamatos. Annyira korszerű, annyira modern dolgokat foglal magába a játéknak a lebonyolítása, és annyira egyszerű, hogy bárki bárhonnan be tud kapcsolódni, és érdeklődik. Ha már pont néztük most is a különböző statisztikákat, amik megjelennek az interneten, hogy honnan kerestek rá az oldalra, és a világ minden tájáról rákerestek, vannak országrészek, illetve világrészek, ahonnan többen kerestek rá. A jövő évi versenyek témái a Vízvilágnapja és a Földünkért Világnaphoz csatlakoznak majd. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Filmipar Pécsen. Baranyába hoznák a produkciókat, forgatásokat a szakemberek. A stroke finom jeleinek felismerése a cél. Stroke prevenciós napot rendeztek Pécsen is. Sportos iskola. Kicsik és nagyok is mozogtak a csokonaiban. Letennék a pécsi filmipar alapjait azok a kreatív szakemberek, helyi cégvezetők, akik tavaly már egy filmforgatást Pécsre hoztak. Erről, illetve az együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Egy-egy produkció megvalósítása a helyi vállalkozásoknak is megrendeléseket, bevételeket jelenthet, ezért támogatja az ötletet a helyi gazdasági érdekképviselet. Ez a 12 karácsonyi játék című amerikai magyar romantikus végjáték pécsi forgatásán készült verkfilm. Tavaly novemberben dolgozott a stáb a városban helyi cégek közreműködésével. Céljuk, hogy a pécsi filmipar alapjait lerakják. Ennek lehetőségeiről tartottak egyeztetést, beszélgetést a Design Pécs rendezvénysorozaton a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában.
A város, illetve a kamara erőteljesen beállt mögénk, hogy segítse ezt a mi kis elképzelésünket, hogy filmből, Pécsből szeretnénk csinálni egy filmgyártóvárost. Tehát a nemzetközi filmgyártásnak egy pici szeretét szeretnénk lehozni Budapestről Pécsre. Szakembereink megvannak hozzá, helyszínek megvannak hozzá, csak ugye maga a kezdet az ugye sajnos mindig nehéz. És a kamara most sokat segít nekünk, és ez volt az elmúlt 2-3 hétben talán már az negyedik ilyen lehetőség, hogy ezt elő tudjuk adni, ezt a kis ötletünket. Kovács Tamás azt mondja, jó esélyük van ennek megvalósítására. Úgy gondolom, hogy hatalmas esélyünk van erre, tehát ahogy mondtam, a szakképzett munkaerő, a helyszínek, az adottságok, azok megvannak. Ezt magát a háttérmunkát, illetve az egész szervezést kezdtük el körülbelül 2 évvel ezelőtt. Azt mondom, hogy kelleni fog még valószínűleg 1-2 év, hogy ez teljes mértékben beinduljon, de a potenciál az hatalmas, hatalmas lehetőség a városnak is, meg, illetve az egész régiónak is. És esélyeket nem is mondok, hanem azt mondom, hogy megcsináljuk. A filmkészítés, a filmipar megteremtése sok szereplős, amiben szerepet kaphatnak a helyi vállalkozások is. Ezért fontos a helyi iparkamarának, hogy segítse a szereplők együttműködését. Azt látjuk, hogy van egyfajta szándék, van egy közös akarat, de ahhoz kellene látniuk a szereplőknek egymást, tehát be kell tudni azonosítani, hogy ki miben tud együttműködni velünk, hogyan tud együttműködni velünk, mik azok a tényleg közös érdekek, mert hogy közös érdekek mentén mindig sokkal egyszerűbb együttműködni, mintha csak valamelyikünk akarja, és nagyon örültünk, hogy idén a meghívásnak eljött az egyetem is, tehát látjuk azt, hogy az egyetemnek is van egyfajta szándéka arra, hogy együttműködjön a film szakmával. A helyi vállalkozások ki tudják elégíteni azokat az igényeket, amik felmerülhetnek a filmipar részéről, mondja az iparkamara munkatársa. Nincs nagyon nagy aggodalom itt senkiben, úgy tűnt a filmforgatás kapcsán, hogy ne lenne bárki olyan vállalkozás, akivel mi ne lennénk tényleg olyan kapcsolatban, hogy meg tudják oldani azt, hogyha valamilyen igény van. Akár emberek, akár helyszínek, ugye most, amíg nincs egy konkrét forgatás, addig ezt az időt kihasználja a cég arra, hogy összegyűjtse azt az információ halmazt, ami ahhoz kell, hogyha valakinek kipattan egy ötlet a fejéből egy filmmel kapcsolatban, ami egy specifikus helyszín, vagy specifikus tudás, angol nyelvtudás, német, francia nyelvtudás, tehát bármi ilyet igényel, akkor már legyen egy olyan adatbázis, amihez hirtelen hozzá tudnak nyúlni. Ráadásul a kamaránál működő Enterprise Europe Network adatbázisában a nemzetközi kreatívipari vállalkozások is megtalálhatók 37 országból. Így szükség esetén az ő szaktudásuk is igénybe vehető, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa. A Magyar Stroke Társaság a Rotary klubokkal karöltve országos stroke prevenciós napot szervezett szombaton. A cél, hogy a laikusok is időben felismerjék a stroke finom klinikai jeleit, és így a lehető leggyorsabban érkezhessen a stroke beteghez a szakértő segítség. A bemutatóval egybekötött prevenciós napot Pécsen a Nagy Bevásárló Központban rendezték meg. Évente 25-30 ezer a stroke által sérült betegek száma Magyarországon. Ez már egy csökkent adat a korábbi évekhez képest, bár még ez is nagyon jelentős. Ma már sokkal jobban kezelhető a stroke, mint 15-20 évvel ezelőtt, mondta dr. Szapári László, a Pécsi Tudományegyetem neurológus professzora a Pécsi Stroke Prevenciós Napon október 12-én. Ha a beteg időben megérkezik egy sürgősséggel és egy stroke centrumba, akkor elég jók a kimeneteli esélyek, de hangsúlyoznám, ha időben. Tehát, hogy az első fázis, a betegség felismerése, a tünetek észrevétel és a mentő riasztása milyen sebességgel következik be, az kulcskérdés. Tehát ezen rendezvényeképpen ezt célozzák meg, hogy a stroke ismereteit, a tünetek felismerését, és hogy kell reagálni, ezt minél szélesebb körben teljesszük. A stroke-nak vannak klasszikus, látványos tünetei, melyek még a kezdeti időszakban jelentkeznek. Bármilyen károsodás történik az agyban, akár egy ér elzáródik, agyvérzés keletkezik valamelyik oldalon. Ebben az esetben mindig az ellentétes oldalon keletkeznek a tünetek, tette hozzá a professzor. Elcsempül a beteg szája, tehát félreáll a szája, nem tud rendesen mosolyogni, legyengül az az oldala, nem tudja a kezét vagy a lábát emelni, többnyire beszédzavar is társulhat, ez attól függ, hogy melyik oldali a károsodás az agyban. Tehát általában erre oktatjuk a közönséget, hogy ilyen esetben, ha ilyen gyanú van, hogy valakinél egy hirtelen beszédzavar van, vagy hirtelen végtaggyengeség van, vagy szájcsempeség van, akkor gyorsan tesztelje le ezt, hogy ez valóban mennyire valós, és tulajdonképpen a negyedik tünet az a mentős telefonszám, tehát azonnal sürgőségi szinten hívni a 112-t, és ha a referálás
adekvántan történik. Nyilván mentős kollégák nagy pontossággal egy kérdés alapján fogják kikérdezni a hozzátartozót, tehát segítenek a kérdések megválaszolásában, de hogyha ezek a kulcskérdések vagy a kulcsválaszok elhangzanak, végtaggyengeség, beszédzavar, szárcsempesség észlelhető a betegnél, akkor a mentőszolgálat azonnali szinten intézkedik. Már a beszélgetés alatt útnaindítja a kocsit, és a beteg a legnagyobb sebességgel a sürgősségre fog kerülni. A prevenciós nappal a stroke finom jeleinek felismerésére hívták fel a figyelmet, ugyanis ennél az idegrendszeri betegségnél minden percnek hatalmas jelentősége lehet a felépülés a gyógyulás szempontjából. A Magyar Stroke Társaság, az Országos Mentőszolgálat és a Rotary Klubok közösen szervezték meg ezt a napot, melybe a Rotary Klub Pécs is bekapcsolódott. Magyarországon 19 városban egy időben a mai nap folyamán folyik. Valahol sportesemény kapcsán történik ez a megelőző tájékoztatás, valahol a plázában van, valahol az árkádban, mint például Pécset. Tehát sokszínű ez a fajta dolog. Az a lényeg, hogy a stroke jeleiről tulajdonképpen tájékoztassuk a nagy közönséget, és időben szóljanak a mentőknek arra, hogyha valami fajta, ilyen fajta jelet, stroke jelet tapasztalnak bárkinél, akár az utcán, akár otthon, akár a lakásban, vagy kint a közterületeken. Az eseményt Pécsen a belvárosi nagybevásárlóközpontban tartották. Itt a nagy közönségnek a szakemberek bemutatták a stroke felismerhető jeleit, és a megfelelő cselekvési folyamatot is demonstrálták. A szűrőprogram során vérnyomás és vércukormérés is volt, valamint orvosi konzultáció lehetőséget is biztosítottak. A stroke prevenciós napot többek között Magyarország kormánya, a Nemzeti Laboratórium és a Pécsi Tudományegyetem is támogatta. Családi délutánra várta a tanulókat és a szülőket a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és gimnázium. Hagyomány már, hogy minden ősszel játékos, sportos programot szerveznek az intézményben, amelynek a mozgás mellett az is a célja, hogy jobban összehozza az iskolai közösséget. Táncos bemelegítéssel indult a családi délután a kaposvári gyakorló iskolában, ahol játékos feladatokkal várták a gyerekeket és szüleiket. Számos mozgásformát ki lehetett próbálni az állomásokon. Én kipróbáltam a fogóbotot, a sárkányugrálást, meg a boxolást, az önvédelmit. Sokan szüleikkel, mások osztálytársaikkal, barátaikkal teljesítették a feladatokat. Én nagyon élveztem. Szerintem ez egy elég jó nap így a sulinak, mert sok a szórakozás, meg a gyerekek ide kijönnek is így levegőzni, ez szerintem jó. A feladatok teljesítését pedig fel is jegyezték. Ide kapjuk a pecséteket. Miért kapjátok a pecséteket? Amikor teljesítették a pályákat. Volt, aki egyedül, más segítséggel vette az akadályokat a családi délutánon. Próbálunk így végigmenni rajta valahogyan. Még nem tudom. Anyai segítséggel. Muszáj. Az iskola udvarán és a tornacsarnokban összesen 16 pályát alakítottak ki a pedagógusok. A csarnokban több olyan helyszínt hoztunk létre, amelyik kifejezetten a kúszás, mászás, bújás, ami egy kicsit a szülőket is megmozgatja jobban. A családi délután célja a mozgás mellett az is volt, hogy a kötetlen program erősítse az iskolai közösséget. A családi nap alapvetően arról szól, hogy az iskola és a család közti kapcsolatot még inkább erősítsük, úgymond az iskola nagy családjába beengedjük a kis családokat, hiszen együtt kell dolgoznunk, egy a cél, a gyerekek testi-lelki fejlődését elősegíteni, és azt gondolom, hogy a mi iskolánkban a sporté a főszerep, tehát nyilván a sport az alaptémája egy ilyen családi napnak is. Az aktív iskola program tagjaként a kaposvári gyakorló számára is kiemelten fontos a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Október a látás hónapja. Milyen segítségek vannak a vakok és gyengénlátóknak a mai modern világban? Szallagtűző a dombóvári I. és Gyula gimnáziumban. Mérföldkőhöz értek a végzős diákok. A szekszárdi első Béla gimnáziumban nagy volt a nyüzsgés. Diáknapot tartottak és szöcske simogatást. Forgassa Földért együttműködési megállapodást írtak alá a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karával.
Szerdán nyugodt, őszi időjárású nap következik. A hajnali, reggeli időszakban sokfelé lehet párásság, kötfoltok is előfordulhatnak, illetve a Dunántúl fölé mérsékelt vastagságú, magas szintű felhőzet is várható. Számottevő eső nem hullik. A párásság eloszlását követően a nappali órákban változóan napos, fátyolfelhős idővel lehet számolni. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!